2016-ban már is új bemutatóval várja a közönséget a Thália Színház. Január 23-án mutatják be a Rövid a pórás című darabot, Zsorzs Fedó klasszikus bohozatát. A felhőtlen szórakozást ígérő előadásban Fernand a párizsi szélhámos életének legrosszabb napjába pillanthatunk bele, akiben Lucette a híres popdíva szerelmes. Fernandot Pindrox Csaba, Lucette-et Sel Judit kelti életre a színpadon. Jól vagy, édesem? Hát ahogy öngyilkosság után lenni szokás. Megint? De ez most komoly. Az egyőeri akkor volt, amikor azt hittem, hogy meghalt, de az már kiderült volna. Durvább itt a helyzet. Élvezetes egy ilyen szerepet játszani nagyon. Annyiban nehéz, hogy vigyátékot néha még nehezebb eljátszani, mint egy drámát, mert ugye nagyon sok múlik az ember ritmus érzékén, pontosságán, mindenféle, a hangját úgy kell használni, a testét különlegesen kell használni, tehát a ritmus az nagyon sokat számít, főleg egy bohózatnál, úgyhogy ez fizikálisan nagyon igénybe veszi az embert, úgyhogy... De hát ez nem is nehéznek mondanám, hanem ez a különlegesség inkább ennek a szerepnek. Ha nem könnyű, mert bonyolult dolog, szóval... Másik nő? Nem. Másik nő először. Milyen másik nő? Három hétig él. Eltűntél! Figyelj! Van egy a gyilkos, akit most fogtak el, és én rendőri védelemmel a tárgyal, mert én vagyok a koronatlan. Egy bohózatnál mindig az a legnagyobb nehézség, hogy a benne lévő humort hogy tudjuk érvényre juttatni úgy, hogy közben elég gazdagon ábrázoljuk a figurákat. Ugye ez teli van nyelvi, verbális humorral, helyzetkomikummal, jellemkomikummal, és ezt a hármas egységet megpróbálja az ember elég alaposan kibontani, akkor elég nagy falba ütközik. Tűzök oda, hogy szerelmes vagy te. Kire? Ja, hogy kire? Ja, hogy így tesszük fel a kérdést, kérem, hogy kire? Na most, őszintén? Csak is. Hát nevetni fog. Én megmondhatom ugye, hogy ha így tesszük fel, hogy ez még fontos. Megölöm! Nagyon önzőek vagyunk, tehát mindenki csak a saját érdekét nézi, és ezért képes bármit megtenni, és bárkin képes keresztül gázolni, akár a szerettein is, azért, hogy a saját érdekeit keresztül verje. Egy ilyen darabnál nem kell tartalmat nézni, de hát azért mégiscsak az emberekről, emberi kapcsolatokról, nő-férfi kapcsolatról beszél. Én megpróbáltam ennek a benne lévő mélységét, vagy gazdaságát, ez a gazdagságát megpróbáltuk megkeresni, és talán sikerült is. Na, megyek! Elintézem! Aztán még énekelek egyet, ha lesz még kinek!